Sziasztok! Ezekben a napokban, amikor készülünk a vasárnap esti Jom Kippuri engesztelés napjára, Jom Kippura, van nekünk egy nagyon fontos tanítás a heti szakaszban. A Hazinu szakaszban, az első mondatban úgy szól, úgy kezdődik Mózes éneke, Hazinu Hashamayim Vadaberu. Figyeljetek, egek, hadd emeljek szót, és hallja a Föld szám beszédét. Akkor, ha jól figyeltünk, akkor az egek kapcsán használja azt a szót, hogy figyeljetek, és a Föld kapcsán használja azt a szót, hogy hallja a Föld. Héberül mindenképpen, nem tudom mennyire magyarul, de héberül mindenképpen a Hazinu az ég kapcsán olyan kifejezést használ, mint az ég közel lenne, és a Föld kapcsán olyan kifejezést használ, de Sisma, hogy az messziről hallja. Szóval Mózes úgy beszél, hogy az ég közelről hallja őt, és a Föld messzire hallja őt. Erre kérdezi a Midrás, mi ennek a jelentősége. Erre azt mondja a Midrás, hogy Mózes egy szent ember volt, és ő közelebb volt a spirituálishoz, az égi dolgokhoz, mint a földi dolgokhoz, és ezért az éghez úgy beszélt, hogy közel van hozzá, és a Föld pedig távolabb van tőle. A kérdés, ami felmerül, hogy Mózes a zsidóknak szól itt az ő énekével, akkor ő nem tud magából kiindulni, hát a zsidókból kiindulni, és a legtöbb embernek közelebb a Föld, mint az ég. A válasz erre az, hogy pont ezt akarja Mózes mondani a zsidóknak, hogy minden zsidó képes elérni ezt a szintet, hogy az ég, vagyis a spirituális dolgok legyenek közelebb, mint a föld, vagyis a földi dolgok. Hogy lehet az? Mert mivel benne van a heti szakasz folytatásában, hogy minden zsidónak van egy kis része, és nagyon, van egy isteni lelke, és ezért nagyon közel az Istenhez, ezért minden zsidó képes elérni azt, hogy a földi dolgok messzebb legyenek tőle, mint az égi dolgok, a spirituális dolgok. Ez egy nagyon, nagyon fontos tanítás ezekben a napokban, hogy az ember úgy érezzen például egy micvának a hiányát, ugyanúgy, hogy érzi egy földi dolognak a hiánya. Az embernek nincs ételje, nincs pénze, nincs asztalja, széke, vagy ilyesmi, ezt nagyon érzi, és nem tud figyelmen kívül hagyni őt. Legalább olyan szinten kell, hogy az ember érezzen, hogy ha hiányzik neki a kóser étkezés, vagy hiányzik neki a film, vagy ilyesmi, akkor az nagyon-nagyon hiánynak számítson neki. Ezt tanítja Mózes nekünk, hogy az égi dolgok közelebb, reálisabb, fontos, nagyon fontosnak legyenek. Köszönöm a figyelmet!